Szeretettel köszöntjük Acél Annát, és megérkeztél, hallottad a hívást ezek szerint. Igen. Örülünk, hogy itt vagy. Arról beszéltünk éppen Miklossal, hogy a nézők ugye minden nap látnak titeket, vagy ugye rendszeresen a TV képernyői előtt, és azt sokszor elfelejtik, hogy van nektek egy civil életetek. Tehát, hogy titeket, mint személyes ismerősöket köszöntenek, hogyha hétköznap az utcán mondjuk, vagy a boltban megállítanak, de azt kevesen tudják rólatok, hogy mondjuk mit szerettek. Mi a hobbitok, mivel foglalkoztok szabadidőtökben. Mennyire volt neked tudatos a televíziózást és a magánéletet ketté választani? Hát én olyan korán kezdtem a médiában való foglalatoskodást, hogy én nekem nagyon összefonódott mindig is a magánéletem és a munkám olyan értelemben, hogy én különösen kezdetben, de egyébként ma is hajlok rá, az egész magánéletemet családostól mindenestől alárendelem a munkámnak. Sajnos ez most is így van. Tehát a hajnali kelések, éjszakai hazaérések, stb. Ehhez mind asszisztált az én családom. Úgyhogy ilyen értelemben nem nagyon választottam ketté. De hát persze, ami azt illeti, az embernek vannak kedvenc elfoglaltságai, amik hát tényleg nem tartoznak a nagy közönségre, bár nem is titok egyik sem. Tehát én például imádok főzni, sütni, kertészkedni, imádom az állatokat. Körülbelül ebben ki is merül az én civil életem egyébként. Tehát... Hát amennyit én is el tudok rólad képzelni, hogy mennyi szabadidőd van, ez merőben kimeríti az egészet. Hát küldtél egyébként nekünk néhány képet, igen. Biztos, hogy a kollégák ezt is meg fogják tudni mutatni, aha, hogy milyen gyönyörű a kertet például, uh-huh, ahol egyébként virágot alig-alig lehet, igen, csak zöldet felfedezni. Igen, ennek az a magyarázata, hogy amikor mi 1994-ben végül is kiköltöztünk, 89-ben kezdtünk el építkezni Pirisszent Ivánon, aztán 94-ben kiköltöztünk, de az a terület, ahol mi építettük ezt a házat, az egy mező rész volt. Ezek most éppen belső képek, amiket látni lehet, ők az urak a háznál. Na ez már egy külső kép, tehát azt lehet látni, a mezőre mi azonnal elkezdtünk nagy számban bokrokat és fákat telepíteni, túlságosan közel egymáshoz természetesen, hogy gyors eredményt érjünk el. Na most ezek már ilyen liget, meg erdőszintet érnek el, ezért aztán a virágok meg sem élnek, hát egy-kettő ilyen cserepes növények természetesen van, tehát Dézsában tudok, ő pedig Zeus, akit most lehet látni, ő most az egyetlen kutya a háznál, ő pedig Kuku, aki kakadú, és most is éppen bohóckodik, amint látszik, ez pedig egy Jákó, ő pedig gyönyörűen beszél elsősorban a férjem hangján, engem is utánoz, és mindig köszön, amikor találkozunk, szóval ilyeneket tud. Na, így élünk. Röviden. Közben megjött Gábor is. Szia, Gábor. Szervusz, Gábor, köszönjük szépen, hogy te is ideértél. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez az eső nagyon befolyásolja a műsor szerkezetét. Igen, igen. Sajnos így van, alig értem ide én is. Meg a makkolást. Igen, azt is. Éppen arról beszélünk, hogy a nézők mennyire látnak be a magánéletetekbe. Tiedbe mennyire? Amennyire engeded. Ja, hát ez is igaz egy. És mennyire engeded? Hát a magánéletemben... Most arról beszélünk, hogy mi a hobbid, mit szeretsz csinálni. Ugye tudom rólad, hogy van egy kis kutyád, és nagyon szeretsz utazni. Igen. Hát a kutyámat láthatják a nézők. Utazni nem utazhatnak velem, de szoktam róla mesélni. Uh-huh. A magán... Szóval inkább úgy mondanám, hogy mondjuk a bónumon kívül életemben, nem? Ó, de szépen fogalmaztál. Igen. Tehát van bónumon kívül. Bónumon kívül életemben, igen. Abba beláthatnak, mert azt majdnem minden nyilvános helyen történik, úgyhogy előadóesteket tartok, járom az országot, konferálok. És most is készültél nekünk egy gyönyörű szép verse. Nyugodj meg, nem kell most elmondani, majd a műsor végén számítunk. Igen, de ez egy meglepetés vers lesz. Mert a napokban kezembe került egy kötet, és én ülve maradtam, vagy állva maradtam, nem tudom, hogy nagyon régen olvastam ilyen gyönyörű verses kötetet. És ez egy új kötet? 17-ben jelent meg, számomra teljesen új, de
Azt hiszem, hogy nektek is új lesz, mert a szerzőit mindannyian ismeritek. Igen? Mindannyian Portás? Ismerjük. Másik oldaláról? Szerzőről van szó? Másik oldaláról aha. ismeritek. Nézd, barkóbázunk. Igen. Igen. Másik oldaláról ismerjük. Nem fogjátok kitalálni, amíg én el nem mondom. És mikor mondod el? Hát majd, amikor engedélyt kapok, azt mondtad, végén. Hogy a végén kell elmondani a verset. Hogy a korra mennyire asszociál az ember, amikor kivetíti tulajdonképpen akár műsor közben is önmagát. Amikor te mondtad, hogy 17-ben jelent meg, mi kapásból 1917-re gondoltam. Tényleg? Nem, meg most 2 éve, hát még nincs egészen 2 éve, hogy jelent. Elmondhatom, hogy ki a kötet? Természetesen, és ha hoztad, és akkor is tudjuk hoztam. Mutatni a kicsi, olyan kicsi, hogy elfér a zsebedbe. De a szerzőnek több kötete és több írása jelent már meg. És ezek szerint ez is még a hobbid egyébként. Ez is a hobbid, vagy éppen, hogy az előadó művészi ez most azóta a hobbim, amióta 4 vagy 5 napja kezembe került, hogy minden nap előveszem, mert mikor megkaptam, akkor jó letettem, hát olyan sokan írnak verset, hogy meg lehet, hogy ide is küldenek, nekem is nagyon sokat küldenek, hogy olvassam már fel a versemet, meg mondom, biztos ez is egy ilyen, hogy valaki kiadott egy könyvet, de ez egy hivatalosan kiadott könyv. A szerzője az interneten megnéztem rögtön, így van fölírva, hogy junior prima díjas. Tehát fiatal emberről van szó. Hölgyről van szó. Hölgyről. Író, költő. Tehát eleve így van, így határozza meg. És ez a költő Csepcsányi Éva. Ne viccel. Kolléganőnk. Kolléganőnk. Itt van a, nem tudom, hogy ha megmutatom a kamerának a kötetét. Ennyi reklámot talán szabad kollégának. Gyönyörű, és igen, hogyha le is lenne takarva Csepcsányi Éva, már tudnánk a színvilágról, annál is a névadásról. A rajzokat is ő csinálta benne, igen. A kis illusztrációkat, igen. De nem tudtam letenni, hát nem is lehet letenni, mert hát ez olyan vékony, hogy... De fantasztikus, szóval én nem tudtam. Igen, mindenkinek vannak olyan oldalai, igen, amik igen. váratlanok. Akkor ne is várjunk a műsor végére, hanem hogy egy akkor kicsit... Akkor előveszem a szemüvegemet addig. Rendben van. Mert nagyon pici könyv, és a betűk nagyon picik. Jó, és a kollégák nagyon ügyesen készültek neked egy kis pódiummal, hogy még jobban otthon érezd magad. Nem, hogy én nem olvastam. Honnan szeretnéd? Jó, rendben van, szerintem. Akkor ott van a kamera. Mondjuk rögtön a... Hát talán a legelső. És meg dedikálta is neked, úgy látom. Igen, 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 igen. Csak odajött, hogy csendben hozzá, amikor mentem haza, hogy Kábor, tudom, hogy te szeretsz verseket olvasni, van itt egy kötet. És akkor én megnőttem, csak te írtad, igen, én írtam, és betettem a zsebembe. És akkor azzal az előítélettel mentem haza, egészen el nem ítélendő módon, vagy hogy szokták ezt mondani, elítélhető módon, hogy jó, majd akkor megnézem, és akkor megnéztem. Rögtön az első versnek az első vers szaka, a címe az Hundert Wasser a rökpalotában. Szivárvány plétbe csavarva, észrevétlen lepett meg az ősz. A piros székek közül a kékre ült, és többé nem zavartatta magát. Jobb mégis egyedül, mint kívánság nélkül ölelni a pázsit zöld paplana alatt. Láttam egy asztalt, fagyökerekből nőtte ki magát, naptűzű terítéke mellett sokáig írnék. Írnék arról, hogy vannak odaát. Ez csak egy verslapot, és rögtön az elején fölcsaptam a könyvet. Ajánlom a figyelmetekbe. Meg fogom venni. Meg, természetesen. A nézők ismerik Évát egyébként? Mert találkozhattak párszor, igen, de hát ő az, aki igen erős háttérmunkát végez itt nálunk, de ezért... Úgyhogy, hát ha én ugyan nyilván nem vagyok jogosult arra, hogy itt szerkesztem a délelőtti műsor, de egyszer majd érdemes lenne vele beszélgetni. Fogadjuk, tudtuk.
hallottuk róla, hogy junior primadíjas, illetve igen, olvastuk igen. mi is több versét, ez például nem kicsit ön Kosztolányisnak tűnt nekem az első, uh-huh. az első bekezdés, amikor írtad, hogy megérkezett az ősz, és még láttam is magam előtt, uh-huh. hogy Éva egy plétbe burkolózva sétálgat. És egy neves költőíró írta a méltatást, aki az egyik irodalmi folyóiratnak a főszerkesztője. Uh-huh. És úgy kezdi, hogy nem tudom, ez a lány honnan jött. Uh-huh. Eger mellő jött egészen a Bonum TV-ig, és ez is mutatja, hogy mindenkiben vannak rejtett tartalékok. Igen, van, benne. Van egyfajta munkánk, egy hivatásunk, igen, és emellett igen, kell lenni igen, egy olyan, kell. Olyan hobbinak, ami az ember ki tudja a monotóniából szakítani. Hát gondolom, nem hallgatom a beszélgetést, de Annának is vannak hobbiai. Igen, hogyne, így kezdtük, meg is mutattuk a képeket, tényleg? Hogy madarak, meg fák, meg igen, igen, fény, igen, meg igen, szű, igen. meg mindenféle. Igen, persze. És említetted, hogy egy kutyus kedvenc, de ezt elfelejtetted a nézőknek elmondani, hogy 11 macskátok. Igen, pillanatnyilag 11, a létszám mindig változik. Kutyából is most tapadt le ilyen kicsire, 25 év óta először. És hát ez is azért, mert ő, ez a kutyus, akit lehetett látni, ez már egy invalidus. Tehát ő mellé már fiatalt nem lehet behozni, mert nem felborítja. Hát szóval nem lehet, mert már alig tud járni, már nem hall egyáltalán semmit. Tehát egy ilyen igazi kis öreg kiszuperált jószág, illetve nem kicsi, hanem nagy. De igen, igen, igen. Nekem is mindig két kutyám volt, de igen. Most már csak egy. Hát ne unatkozzanak egyébként. Ne unatkozzanak. Igen. Gábor, rólad is vannak fotók, nem mondom, hogy kompromittálók, de vannak többek között arról, hogy merre fele is jártál, merre kirándultál. Most életen Ausztria, Németország jut eszembe, de azért te is eljutottál. Ausztriába, igen, oda minden évben el szoktam menni, igen, nagyon szeretem. Ezek kikapcsolódások vagy munkautak, mondjuk? Tudom, hogy Amerikába, Kanadába például a magyar közösség hívott. Amerikában, én Kanadában még nem voltam, de... Ott van a kutyus. Ja, ott van, igen, ő ja. az. Ő a Bobby. Bobby, gyönyörű gyerek. Igen. Anna ismeri. Igen, személyesen ismerem. Személyesen. Hol vagy itt élet? Mennyire más vagy öltöny nélkül, mint csak úgy így látom. Igen, ilyen civilben még sose láttak a nézők valószínűleg. Igen, ez ott van. Igen. Jaj, de gyönyörű. Közelről úgy látom, van egy ilyen fotó is. Érdekes, hogy még sose hoztad be őt a Bónumba, úgyhogy ennyire egyszer van egyedül? Egyszer bent volt, igen. Nem is volt, nem dolgoztál még akkor itt. Egyszer vittük az állatorvoshoz, ezt pedig a Mozart ház előtt van Salzburgban. Vittük az állatorvoshoz, és akkor muszáj volt ilyen szokásos injekcióra. És innen mentem oda, és akkor felhoztam, nem hagytam a azért szoktuk mondani a vendégeinknek, hogy azért a Bonum Televízió az gyermek és állatbarát, úgyhogy tudunk rá el, hogy volt nekünk egy kollégánk, most ezek már Isten nyugodt. Ezek meg hogy még a kiskutyáról akartam mondani, hogy emlékszel te arra, hogy Bőzsöny Feri a kicsi bizony. Uszkárját behozta a rádióba, és az olyan fegyelmezett kiskutya volt, egyikön nem lett volna szabad bevinni, de igen. az a kiskutya muk nélkül ült az asztal alatt, míg a Feri mondta a híreket. Mondta a híreket, igen. Félelmetes.